Köszöntöm a kedves nézőket, a Ceglédi Városfejlesztési Kft. Által érintett napirendek, beszámolók sora, ha jól számoltam, akkor 8, és nagyon sok minden más is volt a képviselőtestület tegnapi ülésén. A stúdió vendége, a közérdekű vendége dr. Csáky András polgármester. Köszöntöm Önt is, polgármester úr. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívást. Én is köszöntöm szerkesztő urat, és természetesen szeretettel köszöntöm a tévénézőket. Maradva a kronológiai sorrendnél, ezúttal is volt lakossági fél óra. Egy időben nem igazán volt érdeklődés, aztán egyre inkább. Most relatíve hamar vége lett. Igen, egy érdeklődő volt, több kérdést tett föl, Csíkos-Széllel kapcsolatban, meg egyéb ilyen dolgokkal, azok, aztán ha emlékeim nem csalnak, túlnyomó része megválaszolásra került, illetve ilyenkor az szokott lenni, hogyha valamire ott hirtelen nem tudunk válaszolni, akkor azt, ha utána néztünk, akkor írásba közöljük a állampolgárral, ugye ilyenkor mindig a nevet, a lakcímet megadják, úgyhogy most ez viszonylag hamar lement. Ceglédi Városfejlesztési Kft. Által bonyolított, le nem zárt beruházások átvilágítása. Öné a szó. Igen. Ez a show must not go, a Queen-nek a világhírű száma jutott eszembe, ugye, hogy a műsornak folytatódnia kell. Korábban a testület fölkért egy külső céget az összes futópályázat átvilágítására, illetve a Fidesz frakció pedig a belső ellenőröket kifejezetten csak az ipari park 2-es beruházás átvilágítására. Ezek az anyagok elkészültek, és a testület elé kerültek. A külsős cég által elkészített 132 oldalas tanulmány egyenként lényegében majd minden pályázatnál kisebb-nagyobb hiányosságokat állapított meg, amelyeknek egy része már, mire a tanulmány elkészült, korrekcióra került. Tehát a új ügyvezető folyamatosan ezeket a hiányosságokat korrigálja. Már a irányító testülettől is két beruházás kapcsán jóváhagyás megérkezett. Ezzel olyan nagyon nem is törődött a testület, itt a belső ellenőrzésnek volt az érdekes, ugye ott is átnézték a dokumentumokat, és megállapításokat tettek. Ugye az egyik sarkalatos pont az a munkáltatói jog kérdése. Ugye mind a önkormányzati törvény, mind a polgári törvénykönyv egyértelműen fogalmaz, hogy csak egyéb munkáltatói jogai vannak a polgármesternek, tehát alapvető jogok nincsen, hiszen ezért kellett összehívni annak idején a testületet rendkívüli ülésre, hogy felmentse a ügyvezetőt a elkövetett hiányosságok miatt. Ezen ment a vita változatlan, hogy most akkor mit értünk egyéb alatt, ez sehol nincs egyértelműen definiálva, ahány jogász van, annyiféleképpen értelmezhető, de a lényege nem változtat, alapvető jogosítványai a polgármesternek munkáltatás szempontjából a cégvezetőkkel szemben nincsen, sőt még az intézményvezetőkkel szemben sincsen. Azt is megállapította a belső ellenőrzés, hogy a polgármester folyamatosan beszámoltatta a cégvezetőt a különböző pályázatok állásáról. A cégvezető folyamatosan félretájékoztatott ezzel kapcsolatban, hogy mi hogy áll. Sőt, ugye ezt támasztja alá, hogy amikor kiderült ez az egész, én rögtön egy rendőrségi feljelentést tettem ezzel kapcsolatban. A Pest vármegyei rendőrség múlt héten tájékoztatott arról, hogy a NAV-hoz teszik át a nyomozást. Tehát már volt visszajelzés. Volt visszajelzés, a NAV-hoz teszik át a nyomozást, megtévesztés, valós adatok elhallgatása, meg egyéb ilyen okokra hivatkozva, hogy ezzel elkövetett költségvetési csalás gyanúja merül fel, ezért ők nyomoznak a későbbiek folyamán. Ezek sem rám vonatkoznak. Ugye megállapította a belső ellenőrzés, hogy a cég évente több alkalommal jelentést készített a különböző pályázatokról, amit benyújtott a testület elé, és ezt a testület mindenkor egy szó nélkül jóvá hagyta, illetve megállapította azt, hogy a polgári törvénykönyv szerint a felügyelő bizottságnak milyen feladatai vannak, lettek, voltak, csak ezeket rögzítette, semmi más nem tett. Hát ez a Fidesznek nem volt elég, úgyhogy további a belső vizsgálatát rendelt el ezzel kapcsolatban, próbálta vagy próbálja rávenni a
ellenőröket, hogy mondják ki, hogy én vagyok a felelős, de hát nem nyomozó hatóság, hogy ki a felelős, vagy ki miben vétkezett, ezt majd a NAV-nak a nyomozói fogják eldönteni. Én állok a vizsgálat elé, teljesen nyugodt a lelkiismeretem, úgyhogy itt állunk. Én tudom, jó politikai lőgők mindenféleképpen a választásokig homlok térbe akarják tartani az ügyet, hogy lánnám, milyen borzalmas ez a polgármester. Én a saját területemen mindent megtettem annak érdekében, hogy ezek a dolgok rendben zajlanak. Itt ebben a jelentésben az is fölverült, és ezt a jegyző vette ezt a kvázi kérést, hogy a belső controlling rendszert át kell nézni, hogy milyen olyan ellenőrző mechanizmusokat kell még beépíteni a rendszerbe, amelyek már ideje korán feltárják esetleg a hiányosságokat, de ez azért nehéz ebből a szempontból, mert nem a hivatalban történt tulajdonképpen a hiba, hanem a korábbi testület által létrehozott gazdasági társaság és a korábbi testület által kinevezett vezető által elkövetett bűncselekmény, hogyha azt mondom, annak a gyanúja legalábbis fölmerül, tehát itt nem tudom, hogy milyen controlling változtatások szükségesek. Ennyi volt az egész, lényegében a testületülés túlnyomó többsége ezzel foglalkozott. Mondom, a Fidesznek nyilvánvalóan az az érdeke politikai szempontból, hogy a választásokig ezt a kérdést napirenden tartsa, de hát nem tudom, hogy ennél többet mit lehet még ebből kihozni. Hát tulajdonképpen most az első két napirendet is érintettük már, hiszen a második pedig a belső ellenőrzésről szól, tehát akkor ennek lesz folytatása. Mire számít ezzel kapcsolatban? Mikorra futhat ez ki? Van-e határidő? Hát a határidő abból, mert itt fölmerült ugye az a kérdés, hogy a visszafizetési kötelezettségeknek a forrását jelöljük meg. Ugye én korábban a testület már hozott egy döntést, hogy azt az infrastruktúrális beruházást, amit leállítottunk akkor, amikor kiderültek a turpiságok, hogy azt folytatni akarja, illetve be akarja fejezni, és ehhez én javasoltam, hogy milyen forrásokat rendeljünk, hogy bizonyos beruházásokat halasztunk el egy évvel, és inkább ezt fejezzük be, mert ha ezt befejezzük, akkor az a terület az jóval értékesebbé válik, és annak az eladásából lényegében vissza lehet pótolni a hiányzó pénzt. Ezt akkor nem fogadták el, akkor a pénzügyi osztályt hát utasították kvázi arra, hogy próbáljon forrást találni a költségvetésben erre. Mindaddig, amíg nem tudjuk, hogy az irányító hatóság végleges döntése hogy fog szólni. Ugye egy határozat már született, azzal kapcsolatban észrevételt tettünk, abba kértük és javaslatot tettünk arra, hogy legalább az útberuházást fogadják el, hogy annak a összegét ne kelljen visszafizetni. Hogyha ez sikerülne, akkor jóval kevesebb saját forrást igényel maga az egésznek a beruházása. A inkubátorháznak a költségei azok ott állnak a számlán, tehát azt nem is értem, már több mint egy évvel ezelőtt megszületett a döntés, hogy azt nem valósítjuk meg, hogy miért nem került visszafizetésre akkor a pénz. Úgyhogy mindaddig, amíg ezek nem tisztázódnak, addig nem tudjuk, hogy mekkora összegről van szó. Maga a végső kifutás az nyilvánvalóan a nyomozó hatóság hát munkájának a végén fog kiderülni. Ön személy szerint miben bízik? Elvonatkoztatva itt a testületi ülésen elhangzottaktól. Én abban, és ezért lobbizok, ugye, hogy mondjam el, hogy mit csináltam. Hát nyilvánvalóan az embernek vannak nyilvános tevékenységei, de vannak olyan dolgok, meg olyan kapcsolatrendszerek, amik nem tár fel, mert nem odavaló, mert a másik fél ugye ehhez nem járult hozzá. Én, illetve a velem kapcsolatban álló munkatársak mindent megteszünk annak érdekében, hogy a lehető legkésőbb sérüléssel jöjjünk ebből az egész történetből. Én ezért küzdöm, és azért bízom abban is, hogy ez meg fog valósulni. Nézzük a beszámolóknak a sorát. Mondhatni azt, hogy a beszámolók szezonja? Hát azt, ha jól számolom, 8? Igen. 8. Például. Ceglédi rendőrkapitányság. Így van. Ugye itt azért alapvetően el kell mondani, hogy a rendőrség jól végezte a munkáját. Én úgy gondolom, legalábbis az az érzetem az emberekkel való beszélgetés kapcsán, hogy a
közbiztonság érzete az embereknek nem csökkent. Sporadikusan bizonyos területeken, áruházak előtt kéregetések folyamában zaklattak állampolgárokat, de akkor is bejelentésre a rendőrség nagyon gyorsan reagált. Tehát ez is a javukra mondható. Azt sajnálatos, hogy a regisztrált bűncselekmények azok egy év alatt közel 5%-kal növekedtek. Ezen belül a közterületen, és akkor ehhez tartozik ez az előbb említett esetek is, az 14,5%-kal növekedtek. Az online csalások száma csökkent, de még mindig jelentős lehet, úgyhogy ezúton is felhívjuk a figyelmet, és ezt kéri a rendőrség, és ők is mindenhol kommunikáljanak, hogy ilyen különböző trükkökkel, amikor telefonon vagy interneten keresünk meg, hogy a számlaszámot adjuk meg, mert vagy nyertünk, vagy mit tudom, mit akarnak átutalni. Én is hetente egyszer-kétszer több millió dollárhoz jutok, csak kérik, hogy adják meg a számomat, mert mit tudom én, bankokban valami herceg meghalt, és engem nézett meg, vagy PC-zett ki örökösként. Tehát ne dőljünk be ezeknek a dolgoknak. Ez nagy mértékben csökkent, de azért még továbbra is vigyázni kell. Szóba került még itt, hogy ugye a jelentésben van, hogy az állomány feltöltöttsége az 80% körüli, némileg meghallja a 80%-ot. Én a másik oldalról nézem, azért az a közel 20% az nem kevés. Nyilvánvalóan az állományban lévők leterheltségét növelés, azért hiányoznak erről, illetve szó van a beszámolóban, hogy időnként elrendelik a cegléd rendőrkapitányságról a rendőrkollégákat. Kapitány úr azt mondta, hogy ez elenyésző, de akkor is hiányoznak innen. Ugye mi korábban is értem, én is kértem korábban, hogy az állampolgárok közbiztonság érzetét növeli, hogyha az utcán találkoznak sétáló rendőrrel. Tehát nem csak, hogyha autóval elhúznak mellettük, hanem sétáló rendőrrel, akkor ígéretet is kaptunk arra, hogy különösen a belváros területén is hétvégén fognak járőrözni. Itt ugye az a válasz volt, hogy az erőiket a különböző bűnözés szempontjából veszélyeztetett területekre fordítják, de megígérte ismételten rendőrkapitány, hogy figyelembe veszik ezt a kérést, és fognak majd a belvárosban is hétvégén megjelenni, de mondom, összességében csak a köszönetemet tudom kifejezni a rendőrkapitányság minden dolgozójának, mert tényleg ismerjük a körülményeket, ismerjük a gazdasági nehézségeket, és mindezek ellenére tisztességgel, becsülettel végzik a munkát, úgyhogy csak köszönet illeti őket. A következő ilyen beszámoló, A tűzoltó parancsnokság. Ott lényegében a műszaki mentések kivételével minden egyéb esemény, tűzeset, lakásztűz, szénmonoxid mérgezés, tehát az mind jelentős mértékben csökkent. Ugye a tűzesetek száma valószínűleg azzal függ össze, hogy ilyen nagymértékű, mert nagymértékű volt a csökkenés. Itt valahova táblázatot is, igen. Szabadtéri tűzeset 22-ben 203 volt, tavaly 69 például, kettőt, és a kémény tűz 11-ről 5-re csökkent. Ugye nyilvánvaló ez időjárás függő, tehát emlékezünk vissza, azért a tavalyi év az eléggé csapadékos volt, tehát ez a szabadtéri tüzek kialakulásának nem kedvez, hál' Istennek, meg a mezőgazdaságnak is nagyon jó. Ezzel szemben a műszaki mentések száma az megemelkedett. Két nagy viharos időszakunk volt tavaly, és itt is csak azt tudom mondani, hogy fantasztikus volt a katasztrófa védelem akkori tevékenysége, hihetetlen gyorsan felszámolták azokat a károkat, amely a vihar következtében kialakultak. Itt ugye vezetékleszakadások, mondjuk ez az MVM-nek a dicséretét kell, hogy maga után hozza, de kidőlt fáknak, meg mindenhol szivattyúzások, meg minden egyéb dolgok, néhány nap alatt ezeket a elég jelentős károkat sikerült feldolgozniuk, illetve eliminálniuk. Úgyhogy itt is csak azt tudom mondani, hogy köszönetet tudunk mondani a tűzoltóságnak a munkájukért. És volt még további, ha jól számolom, 6.
beszámoló az említetteken, taglalatokon túl. Puskázom, mert ugye a Magyar Mátai Szeretetszolgálat számolt be a tanyagondnoki tevékenységéről, az SOS Gyerekfalu Alapítvány, ugye, amelyik a nehéz helyzetbe került családokon segítenek, ez a családon általában az esetek túlnyomó többségében a családon belül erőszakról szól, amikor anyának, gyermekeknek menekülni kell, ők biztosítanak és fogadják be ezeket a polgárokat. Itt két családról volt szó a tavalyi esztendőben. A baptista tevékenység szeretett misszió az szenvedélybetegek nappali ellátására, ott is kiváló munkát végeztek. Az IRMAK közhasznú non-profit, ugye az Albert Irsai cég az fogyatékkal élő személyeknek a nappali ellátását biztosítja. Ez is törvényben elért kötelező feladatunk, illetve a Magyar Vöröskereszt részben a családok átmeneti otthona, illetve a hajléktalan szállónak a működése. Minden esetben nyugodtan elmondhatjuk, hogy feladatokat ellátták, és csak köszönet illeti őket. Olvasom a meghívón 14. napi rendként szerepelt mondatot. Önálló képviselői indítvány, belvárosi galamb állomány ritkítása, emellett sem ment el a testület két szó nélkül. Nem, mert a beterjesztett határozati javaslat az nem volt kellőképpen körbejárva. Ugye itt fölmerültek állatvédelmi gondok, hogy ez megfelel-e annak, fölmerültek különböző állategészségügyi, illetve az, hogy vannak védett példányok, nincsenek védett példányok. Fölmerült az, hogy más tulajdonáda, ingatlanán egyáltalán ilyen csapdákat meg ezeket föl lehet-e helyezni, meg hogy nincsen más megoldás. Ez a hálós megoldás, hogy hálót lőnek ki, az nyilvánvalóan, ahol nagy szabad területek vannak, az működik, de kérdés, hogy ebben az esetben működik. Itt azt írta, mert egy vállalkozó volt, aki ajánlatot tett erre, hogy lapos tetejű házak esetében, nem tudom, hogy a lapos tetőn vannak-e galambok, vagy nincsenek. Újabban ugye nagyon sok napelemet helyeznek el a tetőkön, és a galambok nagyon szeretnek a napelemek alá befészkelni. És ugye itt a leghatékonyabb védekezés az lenne, hogyha ezt a fészekrakást akadályoznák meg. Ugye nálunk a hivatalban egyrészt hermetikusan lezártuk a padlásteret, hogy ne tudjanak beszállni, másrészt pedig rendszeresen mégis munkatársak körbenéznek, hogy van-e fészek, vagy nincs, és akkor, ha van, akkor azt eltávolítják. Úgyhogy ez is egy megoldás lett, de más tulajdonban lévő épületek esetében, például a TB székház, a Rákóczi úton, én is annak idején kértem, illetve fel is ajánlottam, hogy a mi munkatársaink fölmennek, és ott a padlást ugyanígy körbenézik, azt mondták, hogy ők ezt intézik, nem tudom, hogy intézték, vagy nem intézték, de ugye az SZTK-nál ugyanez a helyzet. Tehát ha mindenki a saját tulajdonában lévő ház esetében ezeket a megelőző intézkedéseket elvégeznék, akkor talán nem kellene ilyen bizonytalan kimenetelű, mert ugye fölmerült itt, hogy sólymászokat kell hozni, de itt a sólyom és a galamb közötti szemkontaktus kialakítására a terepviszonyok itt Szegléden, különösen a belvárosban nem alkalmas. Sok egyéb ilyen, én is több céggel, ilyen emberekkel beszéltem, van, ahol például Jászberényben a vadásztársaságot bízták meg, hogy valahogy fogják be, hogy aztán mit csinálnak a galambokkal, mit nem, az egy megint egy kérdés. Na, summa summarum, ugye a vége az lett az előterjesztésnek, hogy a hivatalt megbízzák, hogy ezekre a kérdésekre adja meg a választ. Ugye miután 2 millió forint feletti forrást kértek ennek a cégnek a tevékenységére, emellett még további ajánlatot kell bekérni, tehát ez is a hivatalra vár majd, hogy elvégezze. Úgyhogy majd a hivatal rendbe rakja, illetve rendbe rakjuk ezt az előterjesztést, és meglátjuk, hogy mi lesz belőle. Én már ugye az elmúlt hetekben is mondom, amíg Jászberénnyel fölvettem a kapcsolatot, interneten tájékozottam, például galamboknak, illetve madaraknak fogamzásgátló takarmány létezik, maguk léteznek, ez a tojás minőségét lerontja, nem tud belőle fiók, akik kelni, tehát ez is lehet egy út, hogy így szép fokozatosan gyérítsük az állományt. De folytatjuk az ezzel kapcsolatos munkát. Ennek lesz folytatása.
Nagyon sok napirendről lehetne még itt most szót váltanunk, a műsoridőnk azonban sajnos lejárt, viszont amire itt nem volt idő, arra majd lesz idő hétfőn. Meg hát feltételezem azokra is, amikről most beszéltünk. Természetesen hétfőn. A polgármesteri beszámoló. Polgármesteri beszámolók, bár múltkor valahol azt hangzott el, hogy én soha nem tartok beszámolót, nem tudom, az a kedves állampolgárunk, nem elkerült a figyelmét. Engem mióta megválasztottak, ugye, amikor parlamenti képviselő voltam, akkor is rendszeresen minden hónapban tartottam, és most is. Most nem a kaszinóba, lényegében helyhány miatt, meg ugyanúgy tulajdonképpen a városházán is ezt meg lehet tartani, ott is várom az érdeklődőket, hétfőn 17:30-kor. Ez a kis tanácskozó. Kis tanácskozó teremben, úgyhogy szeretettel várom önöket. Polgármester úr, köszönöm, hogy nálunk járt. Én köszönöm a lehetőséget. Köszönöm szépen.